Javában zajlanak az előkészületek a feszítővágós mentési és elsősegélynyújtási világbajnokságra. A Maros megyei vészhelyzeti felügyelőség munkatársai már készülnek a megmérettetésre, amelyen a világ legjobbjai mérhetik össze tudásukat. Balesetet színlelnek a Maros megyei vészhelyzeti felügyelőség mentősei. Két autó ütközött, súlyos sérültek is vannak. A helyszínre néhány percen belül megérkezik a mentőautó és a feszítővágós mentőcsapat. A gépkocsikat a kerekeknél kötik egymáshoz, hogy ne mozduljanak el. Felvágják a hátsó ajtót, hogy a mentős bekerülhessen az autó belsejébe. A sérülteket letakarják, hogy a feszítővágás alatt ne érje őket szilánk. A gépkocsi első ajtaját is felvágják, ezen emelik ki a gépjárművezetőt, akiket a rohanmentősök vesznek majd át. A csapat, amely Romániát képviseli a feszítővágó és elsősegélynyújtási világbajnokságon, így készül a megmérettetésre. A bajnokságnak a liget ad otthont augusztus 30-a és szeptember 3-a között. 26 ország legjobb csapatai lesznek jelen Marosvásárhelyen. A világbajnokságon több mint 60 vészhelyzeti csapat méretteti meg magát. Van egy 10 perces próba, amelyben az elsősegélyt nyújtó és feszítővágást végző gyorsasága és technikája a mérvadó. A 20 perces próbán a feszítővágást csak bizonyos kézi és elektromos eszközökkel lehet elvégezni. A 30 perces megmérettetés egy komplex forgatókönyv szerint zajlik, amelyben több sérültet kell megmenteni. Legutóbb a brazíliai Curitibában szervezték meg a mentősök világbajnokságát. Ott a Maros megyei csapat a feszítővágós mentés versenyszámban a 30 résztvevő közül 15. helyen zárta a versenyt.